Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tiszteleten és szeretettel köszöntöm nézőinket! A misszióról sokan és sokféleképpen és sokszor szoktunk beszélni. A mai témánk is ez, hiszen a vendégem a stúdióban, Osztie Balázs, a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium növendéke. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! És hogy a téma miért a misszió, mert hiszen egy etióp misszióból most tértél haza, és vissza fogsz térni, de nem ússzuk meg ennyivel, először egy picit a hivatásodról beszéljünk, hogy miért is lettél te ennek a szemináriumnak a növendéke. Ez egy hosszú történet, de mondjuk a legfontosabb dolgokat kiragadva, én egy katolikus családból származom, 8-an vagyunk testvérek, és a szüleim jártak a neokatekumenális úton, ennek a közösségnek a tagjai voltak, és így én is 13-14 évesen elkezdtem ezen az úton járni, ebbe a közösségbe tartozni. És volt bennem ugyanakkor egy lázadás, láttam abban az időszakban. Szerettem volna megfelelni, tökéletes lenni, de láttam, hogy ez nem működik. És azt is éreztem, hogy van egy üresség bennem, amit nem tudok betölteni. Próbálkoztam a barátokkal, a bulikkal, de nem működött. És ebben a helyzetben mentünk Krakóba a zarándoklatra, ott volt a világi ifjúsági találkozó 2016-ban, és ott kaptam egy számomra nagyon fontos szót, Zakeusnak a történetét, hogy az Isten, érkezik Jézus, ugyebár Jerikóba, és ott van Zakeus, ez az ember, aki egy vámos, aki egy bűnös ember, aki magát is lenézi talán, és azt mondja neki Jézus, hogy gyere le a fáról, mert ma a te házadba akarok bemenni. És ez nekem akkor egy bomba volt, hogy az Isten mindennel együtt, ami én vagyok, szeret engem. És aztán ugyanezt még egyszer megerősítette az Isten egy évvel később, hogy ott Péter történetén keresztül, egy lelki gyakorlaton Olaszországban, hogy Péter is megtagadta Krisztust 3-szor, de utána, feltámadása után Krisztus megkérdezi 3-szor, hogy szeretsz engem, szeretsz engem. És Péter válasza ugye, hogy te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek. És Jézus nem az, hogy megbünteti Pétert, vagy mit csináltál, hanem azt mondja, hogy legeltesd bárányaimat. És ez szintén egy hasonló ilyen löket volt nekem, hogy az Isten mennyire ingyenesen szeret, mennyire máshogy, mint ahogy én gondolom. És ezért beléptem a szemináriumba, és én már 4,5 éve ide tartozom. Tehát azt tudom mondani, hogy azért vagyok ebben a szemináriumban, mert ezen az úton keresztül ismertem fel a hivatásomat ebben a közösségben. És ugye a szemináriumnak jellegzetessége, hogy van missziós gyakorlat. Miért éppen Etiópia? Az lett volna közelebbi hely is. Hát így van. Nálunk ugye a missziós jelleg abból is látszik, hogy sok fiú, aki itt tanul velünk együtt, ő is külföldről érkezett, és sorsolással választották ki őket. A missziós gyakorlat során ugyanez a jelleg van jelen, tehát sokszor sorsolják, hogy hova kerülünk. Én igazából nem tudom, hogy történt pontosan mindez, mert a Covid miatt nem tudtam jelen lenni azon a lelki gyakorlaton, ahol kiderült, hogy hova kerülök, úgyhogy csak a rektor atya hívott engem, hogy kapaszkodj meg, mert Addis Abebába mész, mondtam, hogy jó, de azt se tudom, hogy az hol van, tehát aztán kiderült, hogy mi a helyzet. Hogy látod, milyen Etiópia, ha egy fiatalember szemével, egy papnövendék szemével? Egy nagyon színes világ, nagyon más. Ugye, hogyha mondjuk azt kellene mondanom, hogy az órát máshogy számolják, mert reggel 6-kor van 0 óra, 7-kor 1 óra, stb. Aztán a hónapokat máshogy számolják, az éveket máshogy számolják, tehát ott most 2014 van. Tehát ebből is látszik, hogy minden teljesen más, az egyházi naptár is, az ünnepek, az emberek. De én számomra, ami fontos volt, hogy nyilván félelemmel érkeztem oda, hogy mi lesz, hogy fog alakulni ez az egész, mert ez az első alkalom, hogy mondjuk hosszabb időre elhagyom az országomat, és azt tapasztaltam, hogy gondoskodik az Isten, hogy minden nap, végül is én nem láttam sokszor, hogy hogyan, vagy hogy fog ez történni, de gondoskodott, és nagyon jól éreztem magamat.
Milyen közösségbe érkeztél, kikkel élsz ott közösségben, amikor kint vagy? Egy Missio Agentes közösségbe küldtek, ami azt jelenti, hogy egy plébánia épület nélküli plébánia. Tehát az ottani bíboros atya kérte, hogy legyen egy ilyen közösség, hogy legyünk ott is jelen, legyen ott is jelen a katolikus egyház, ahol nincsen templom. Mert Addis Abebának a nagy része ortodox vallású, sokan muszlimok, protestánsok, de katolikus elvétve, tehát tényleg egy kisebbségről van szó. És akkor ott élünk egy házban, tehát én egy olasz papnak a társaként kerültem oda, Giorgio atyának hívják, és vele kezdjük el ezt a missziót. Ebben a misszióban tartoznának családok, egyedülálló nők is, de ők egyelőre még nem érkeztek meg az ottani részben az ottani politikai helyzet miatt, hiszen ott polgárháború volt az elmúlt időszakban. Mi a feladat konkrétan, amit az atyával közösen végeztek? Az elsődleges feladatunk az, hogy jel legyünk, hogy egy kérdés legyünk az emberek számára. Tehát az lenne a jó, hogyha feltennék a kérdést, hogy ezek a fehér emberek mit csinálnak itt? Hogy kerülnek ide? Miért jó nekik az, hogy Magyarországról, Olaszországból ide jönnek és itt élnek közöttünk, tanulják a nyelvünket, igyekeznek a szokásainkat is valahogy felvenni, és akkor, hogyha ezt megteszik, ezt a kérdést, jön ez a kíváncsiság bennük, akkor reméljük, hogy mi a tapasztalatunkkal tudunk nekik segíteni. Tehát ez az elsődleges. Aztán, hogyha ebből a tapasztalatból az lesz, hogy ők konkrétan a katolikus egyházhoz szeretnének utána tartozni, és egy katekézis sorozattal egy közösség tudnak kialakulni, az már egy bónusz. De az elsődleges, hogy egy kérdőjel legyünk az emberek számára. Mennyire nyitottak az emberek ott? Eléggé. Tehát más. Az a város, ahol ugye én vagyok, ez egy 5-8 milliós város, nem teljesen tudják, hogy mennyi. Ugye nehezebb megszámolni, mint itt. És hogy mondjam, tehát inkább falusi jellegű az egész város. Köszönnek, a szemedbe néznek, mosolyognak, érdeklődnek. Tehát nem olyan, mint akár nálunk Budapest, vagy egy másik európai nagyváros. Említetted a nyelvet a beszélgetésünk előtt, már szó volt arról, hogy amhara nyelv a hivatalos nyelv. Hogy haladsz vele az amhara nyelv elsajátításával? Hát elég nehéz, hiszen más ABC-t használnak, úgyhogy egyelőre még az olvasással küszködöm, mondjuk most már mondhatni, hogy tudok olvasni, de meg egy-két szót tudok beszélni, de például egy-két megérteni szót, őket. Akkor oszd meg velünk egy-két szót, kérlek szépen. Mondjuk, hogy mondják amhara nyelven, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus? Ők nem annyira használnak ilyen kifejezést, de a szalám, ez az ő köszönésük, szalám, ugye ez azt jelenti, hogy béke. Tehát ebből is látszik, hogy ez egy szemita nyelv, amiről szó van, és sok a zsidóságból átkerült szó, illetve arab származék szavak is vannak, illetve afrikai nyelvi szavak. Tehát egy ilyen keverék az egész nyelv, mint ahogy az egész ország is azért. Milyenek az ételek? Az etiópiai ételek, az etióp ételek van. Etióp nemzeti konyha létezik egyáltalán? Létezik, igen, de számomra elég nehéz volt ez a része a missziónak, hiszen az én gyomrom az eleve egy elég érzékeny pont, és ott aztán a különleges ételeket nem mindig bírtam. De azt kell tudni róluk, hogy van egy injera nevű kenyerük, mondjuk egy lepényszerű valami, egy elég nagy lepény, és abból tépnek, és a rajta levő hús, hát ugye kicsire kell vágni emiatt a húst, mert mindenféle szószok, azzal fogják meg, tehát ez a kenyér, a tányér, az evőeszköz, minden, és akkor azzal fogják meg, és rakják a szájukba. Tehát ha az ember mondjuk evőeszközt akar kérni, akkor az sokszor egy hosszú procedúra, amíg akkor elmennek, szereznek valahonnan. Úgyhogy más világ. És elsősorban marhahúst fogyasztanak, sokszor akár nyersen, és nyilván az ottani körülmények nem mindig teszik lehetővé, hogy ezek a húsok megfelelő legyenek konzerválva, és ezért talán azért sokszor veszélyes akár kint enni, csak egy étteremben. Tehát vigyázni kell, illetve a vízzel is ugyanez a helyzet.
Tehát önmagában csapvizet nem lehet inni, hanem vagy palackozott vizet, vagy szűrni kell. Mennyire tudtál erre felkészülni előzetesen ezekre a dolgokra? Az ember gondol sok mindenfélét olvasmányaiból, filmekből, de ezt mondjuk tényleg a hétköznapokban megélni azért nem lehet könnyű, spékelve a nyelvi feladatokkal is például. Hát igen, azt lehet mondani, hogy nagyon nehéz volt számomra felkészülni, hiszen nagyon féltem, és sokszor csak ez a félelem volt a fejemben, és ez blokkolta azt, hogy akár utána nézzek, próbáljak egy objektív képet kapni az egészről. Tehát az volt bennem, hogy ott nem lesz semmi. De ennek ellenére egy teljesen más világot találtam, egy sokkal jobb világot. Tehát ebben a fővárosban azért mindent meg lehet találni, hogyha az ember akar, vannak bevásárlóközpontok, stb. Tehát sokkal jobb, mint amire számítottam. És hogyan lehet megszólítani az ott élőket? Ugye említetted, hogy első sorban egy kérdőjel kell, hogy legyetek az emberek szemében, akik, mint mondtad, nyitottak. Mi a következő lépés, amikor felvetődik egy kérdés a kérdőjel kapcsán? Ez változó, tehát elsősorban próbálunk egy kapcsolatot kialakítani, hogy ne csak úgy nézzenek ránk, mint valami földön kívüliekre, hanem mint normális emberekre. Tehát akár átmenni kávézni, vagy áthívni őket, vacsorázni, leülni, beszélgetni egy sör mellett akár, vagy bármi, ami éppen nekik is megfelelő, és közben beszélgetni. És aztán sokszor ilyenkor a beszélgetés során feljönnek ilyen kérdések, hogy na és ti miért vagytok itt, na és hogy alakul ez az egész. És akkor igyekszünk arra válaszolni, elsősorban a tapasztalatunkkal. És az evangélium tanítása, hogy érinti meg őket? Sokszor nagyon nehéz, nehezen. Mert az egyik oldal van egy, mondjuk egy mágikus gondolkodás, egy vallásosság, elsősorban az ottani ortodox egyházban, hogy akár van egy 3 órás liturgia, de ők sokszor csak 5 percre mennek oda, vetnek egy pár keresztet, utána tovább mennek, és ezzel nekik el van intézve az a napjuk, az Isten megáldotta őket, és sokszor emiatt van egy keménység bennük, vagy nehéz hozzájuk, mondjuk, hogy egzisztenciálisan, vagy szívhez szólóan beszélni. Tehát van egy gát, mondjuk így. De mások, akik keresnek, tehát elsősorban nyilván itt a fővárosról beszélünk, és mi egyelőre azokat tudtuk azért jobban megszólítani, akik tudnak angolul, hiszen a nyelvet még nem beszéljük annyira. És nyilván, aki beszél az angolt, az egy értelmiségi, vagy mondjuk egy jobban szituált valaki, és őbenük azért látszik egy keresés, egy komoly gondolkodás. Úgyhogy azért meg lehet őket szólítani. Említetted, hogy közösségben éltek ott. Milyen népes ez a közösség, és mióta működik ez a missziós központ, ha nevezhetem így? Maga a misszió az 5-6 éve van, de állandóan változtak a tagok. Tehát mondhatni, hogy még most is egy csíráról van csak szó, még nem egy igazi közösségről, mert valóban azért sok nehézség van, és sokan jönnek, aztán mennek. Úgyhogy egyelőre most mi ketten vagyunk ezzel az atyával, Giorgio atyával, és amellett van egy csoport, aki felelős az egész országért. Most ők is velünk élnek, szinte egy olasz pap, egy spanyol nő, illetve egy francia szeminarista kispap, és ők felelősek az egész országért. Azt lehet mondani, hogy az egész országban ilyen neokatekumenális közösségből van 5-6 darab. Tehát nagyon kevés, nagyon nehéz azért közösségbe gyűjteni az embereket. Hiszen amit mondtam, hogy érdeklődnek, meg lehet őket szólítani, viszont közösségbe eljönni, vagy akár formálisan is a katolikus egyházhoz tartozni, az már egy nagyon nehéz lépés számukra. Igen, itt ugye a néplélek is teljesen más, mint ahogy említetted, más a gondolkodás, más az időszámítás. Mire ezt a fajta úgymond nyelvet megtanulja az ember, minden bizonnyal az is időt igényel, és hát ugye nincs minden emberhez külön-külön recept, hanem meg kell találni valahogy a kulcsát az egésznek. Igen. Beszéljünk egy picit a nehézségekről, hiszen biztos, hogy voltak nehézségek is, azon kívül, amik ilyen apróbb nehézségek. Milyen ellenállásba ütköztök például, vagy van-e mondjuk valamilyen fenyegetettség, amit éreztek? Az elején, amikor ott voltam, elsősorban az jelentett fenyegetést, vagy veszélyt, nehézséget, hogy polgárháború volt az országban, ugye egy északi törzs,
próbált visszakerülni a hatalomba, mondjuk úgy finoman, és hát a legközelebb, amíg jutottak a fővároshoz, ahol voltunk, az egy 200-250 kilométer volt. De sok ország ekkor már azt mondta az állampolgárainak, hogy hagyják el az országot, és akkor bennünk is azért volt egy kérdés, hogy most mit kellene csinálni. De aztán végül a magyar nagykövetség nem mondott semmit, azt mondta, hogy egyelőre még biztonságban vagyok, úgyhogy így maradtam. Nyilván ez az időszak nehéz volt egyfelől, másfelől láttam azt, hogy kaptam egy békét mindezek ellenére, hogy volt egy fenyegetettség, és látszott az, hogy talán az embereket is jobban meg lehet emiatt szólítani. Ugye ez egy hatalmas szenvedés, hát most is látjuk. Itt is háború van Európában, hogy ilyenkor az emberek jobban megszólíthatóak talán. Tehát ez egyfajta kinyújtott segítőkészként is ilyenkor lehet az evangéliumot nekik nyújtani. Tehát ha úgy tetszik, akkor ez talán segíti a munkát, vagy előre mozdítja ezt a missziót. Igen. Viszont tényleg, amit mondtam, hogy a formálisan vagy egy közösségbe tartozni, az továbbra is nagyon nehéz nekik. Tehát megszólítani egyszer-egyszer lehet, és látszik, hogy nyitottak, de hogy utána jöjjenek, vagy rendszeresen tényleg, vagy tagjai legyenek egy közösségnek, ez már roppant nehéz. Tehát itt ők a kötöttségektől óckodnak, vagy mi lehet ennek az oka? Egyfelől biztosan igen, másfelől pedig ez, amit mondtam, ez a hagyományos, hogy mi ortodoxok vagyunk, nekünk megvannak a hagyományaink, nekünk megvan az etnikai csoportunk, aminek ezek és ezek és ezek a jellemzői. Tehát például mi mindig ortodoxok vagyunk, vagy mi minnyáján muszlimok vagyunk, és akkor nem fogunk a katolikus egyházhoz tartozni. Tehát ilyen szempontból elég nehéz. Most 4 hónapot töltöttél kint, ugye? Igen. Mennyi időre tértél haza? 2 hónapra gyakorlatilag. És akkor utána új fent repülőre szállsz, ahogy beszéltük, nem is maga a repülőút a hosszú, hanem a várakozás. Mennyi idő alatt jutsz ki oda? Hát maga a repülőút az egy 7-7 és fél óra, viszont a várakozás, az átszállás Isztambulban az odafelé 6 óra volt, visszafelé meg 12 óra. Úgyhogy inkább az volt, ami megviselt, ami nehéz volt. És akkor majd ismét útra kelsz. Hogyan gyűjtöttél erőt a következő feladathoz, hiszen ez a 2 hónap nyilván arra is való, hogy egy picit úgy értékeld magadban a dolgokat, kiimádkozd a saját kérdéseidet, és hát felkészülj az újabb feladatra. Igen. Azt látom, hogy most itt hol lenni, ez egy nagy segítség, tehát olyan szempontból, hogy sok nehézség van, vagy sok olyan kérdés, mindig a nagybőjt, az nekem mindig olyan, hogy kijönnek azok a dolgok, amiket nem szeretnék magamban látni. De azt látom, hogy ez azért jó, hogy így teljesen elfogadva magamat ezekkel együtt, ami vagyok, hogy nem tudom, néhányszor ideges vagyok, vagy nem bírom a többieket, vagy nehéz egy-egy nap, és ezekkel menjek már vissza. Hogy azt látom, hogy ezzel együtt az Isten tud használni, hogy az Isten szeret engem. Úgyhogy azt látom, hogy erre jó ez az időszak most nekem. És akkor a többi misszióban lévő társaiddal is tudsz ilyenkor találkozni, amikor itthon vagy, és akkor tudtok esetleg egy picit erőt adni egymásnak. Nyilván a legérdekesebb a szó ilyen értelmében a te missziód. Igen. Azért többekkel találkozunk. Hát én most egyébként a szemináriumban élek, tehát inkább az ottaniakkal vagyok kapcsolatban, de többször találkozom igen a kint levőkkel, hiszen ők Magyarországon teljesítik ezt a missziós küldetésüket, gyakorlatukat. Néhány hét, és akkor újra repülőre szállsz. Ugye egy szál bőröndel, vagy nem is tudom, mennyi mindent lehet vinni. Mit viszel abban a bőrönben? A lelki értelemben is, meg a fizikai értelemben is. Hát lelki értelemben ez, amit mondtam, azt látom, hogy ez a legfontosabb, hogy látni azt, hogy az én életemről az Úr gondoskodik. Hogy az én életem, ahogy van a Kolosszai levélben, hogy az életetek Krisztussal el van rejtve az Istenben. Azt látom, hogy ez egy nagyon fontos rész nekem, hogy az egész misszió során, amikor odafelé mentem, akkor a reptéren ezt olvastam, és látom, hogy ez nagyon megragad bennem, hogy bármi történhet, de az én életem biztonságban van az Isten kezében. Tehát ez a legfontosabb, amit lelkileg tudok vinni, azt látom. Fizikailag, hát nyilván ruhák, meg
meg gyógyszerek akár, tehát hogy azért ilyen szempontból is felkészülni, de azt látom, hogy ott tényleg amire szükségem van, azt meg tudom kapni, meg tudom szerezni, úgyhogy mondjuk így most már könnyebb szívvel megyek vissza, hogy tudom, hogy hova megyek, nem egy teljes fejes az ismeretlenben, mint az első volt. Milyen hosszú lesz a következő missziós tartózkodás? Most ugye 4 hónap volt, 2 hónap úgymond pihenő, a következő etap mekkora lesz? Bizonytalan még, mert akár másfél évig is maradhatok, viszont a vízumtól függ, hogy meddig tudok maradni. Hogyha sikerül tartózkodási engedélyt szerezni, akkor talán egy hosszabb ideig tudok maradni, hogyha nem, akkor lehet, hogy csak ugyanúgy 3-5 hónapig. És akkor utána hol folytatódik? Az is egy nyitott kérdés. Az is, igen, teljesen nyitott. Tehát a mi szemináriumunk ilyen szempontból egy emberközpontú szeminárium, hogy az előjárók mindig azt nézik, hogy nekem mire van szükségem. Próbálunk állandóan kapcsolatban lenni, és ők látják azt, hogy szükségem van még arra, hogy ott maradjak, vagy inkább arra, hogy visszajöjjek. A nehézségek, amik ott vannak, segítenek, vagy inkább eltávolítanak az Istentől, tehát ők azok, akik ezt felmérve döntenek. Igen. Nagyon sok minden érdekes dologról hallhattunk. Nagyon szépen köszönjük a beszámolót, és hát kívánjuk a legjobbakat, és abban a reményben búcsúzom, hogy talán majd egy következő alkalommal egy beszámolót hallhatunk már még bővebb etiópiai tapasztalatokról. Igen. Kedves nézőink, Osztélye Balázs volt stúdiónk vendége, aki a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium növendéke, és etiópiai útjáról, missziójáról számolt be, és visszavárjuk ide a stúdióba. Köszönöm még egyszer a beszélgetést. Kedves nézőinknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet. Dicsértessék a Jézus Krisztus!